Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, akinek dicsősége és uralma van örökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét ünnepén. Mindenkinek áldott ünnepet kívánva énekeljük fennállva a 185. dicséretünket. A 185. dicséret így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljuk el helyünket és énekeljük az ismert húsvéti énekünket, a 347. dicséretet, ennek első és második versét. A 347. dicséret első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál.
Kegyelem néktek és békesség Istentől és a Jézus Krisztustól, aki a halottak közül elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, aki minket szeretett, annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassuk Isten igéjét, amint az írva van a Máté írása szerinti Szent Evangélium 28. fejezetében, az elsőtől a 10. terjedő versekben. Ezt az ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg figyelemmel. Máté Evangélium a 28. fejezetében, az elsőtől a 10. terjedő versekben így olvashatjuk a Szentírást. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, ott meglátnak engem. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg az ige olvasását, hallgatását és befogadását. Gyertek, boruljunk le Urunk előtt, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, örökkivaló Istenünk, magasztalunk téged a húsvét üzenetéért, azért a nagy csodáért, ami mindeneket felülmúl, hogy a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust halálra adtad és feltámasztottad harmadnapon. Köszönjük, hogy ő a zsenge, elsőszülött sok atyafi között, és köszönjük, hogy ő általa, ő érette lehet nekünk örömünk, örvendezésünk, mert te győzelmet arattál a halál és a pusztulás és az elmúlás felett. Köszönjük neked, Urunk, ennek a tényét, és arra kérünk most, hogy ezen az Isten tiszteleten, amikor itt együtt vagyunk, erősítsd meg bennünk ennek az egésznek a tudatát, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, de akik szerte a világon most a te evangéliumodra figyelnek, bizonyossakká lehessünk afelől, hogy ez valóban így van, megtörtént, és a megváltás elvégeztetett. Segíts minket, Urunk, ennek a bizonyosságára jutni. Győzz meg minket arról te magad, feltámadott Úr Jézus Krisztus, hogy a te feltámadásod tény. Köszönjük, hogy most is élsz, és uralkodsz örökkön örökké. És könyörülj rajtunk, és szólíts meg minket a te igéd által. Köszönjük, hogy ez most is lehetséges. A te szent lelked győzzön meg minket arról, hogy mi is az igazság, az életünk nagy igazsága. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy ebben az igazságban meggyökerezzünk és megerősödjünk, és ebben járjunk. Segíts most minket elcsöndesedni előtted, és add meg a te kegyelmedből, véghetetlen szeretetedből, hogy
mindaz, amit hoztunk magunkkal e mai alkalomra, kétségbeesést, gyászt, könnyeket talán, de örömünket is itt előtted elmondhassuk, lerakhassuk, és Te, Urunk, felelj a Te igéd által minden kérdésünkre válasszal. Kérünk, hogy add meg nekünk azt a békességet, amit ez a világ nem adhat, de el sem ragadhat tőlünk, és add meg, hogy az emberi szón keresztül is eljuthasson a Te teremtő igéd hozzánk. Engedd, hogy igazi, megszentelt ünnepünk legyen, amely közelebb visz Te hozzád. A meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására, énekelve a 173-as énekünket. Ez alatt az ének alatt a gyermekek készülődhetnek a gyermekisten tiszteletre, a szószékkel szembeni kijáratnál. A 173-as énekünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva van Márk evangélium a 16. fejezetében, a 2-tól a 4-ig terjedő versekben eképpen. A hét első napján, korán reggel, napfelkeltekor elmentek a sírbolthoz az asszonyok, és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Eddig az olvasott ige. Húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! A húsvét a halál feletti diadal és az ebből fakadó életnek az ünnepe. Hagyományaink nagyon földhöz ragadt módon próbálják ezt az egészet kiábrázolni és megjeleníteni. A népszokások azok próbálnak elénk képet festeni arról, hogy mit is jelent valójában a húsvét, és előkerül a hímes tojás, ki van ábrázolva a kis csibe, a kis nyúl, a vázákba barka van téve, vagy valami szép virág, amely önmagában is szép, de a húsvét, én úgy gondolom, ennél sokkal több. Mindezek a hagyományok nem tudják igazi, valójában megragadni a húsvétnak a csodáját és tényét. Az énekünk utal rá, él a Jézus, a mi fejünk, keresztjének énekeljünk. Ebben már benne van az, hogy Jézus él és uralkodik. Nem halt meg, hanem feltámadt. Feltámadt értünk és nekünk. És ez sokkal többet jelent,
mint csupán a földi élet és a teremtésnek a megújulása. Ezért van a mi szívünkben, lelkünkben ott a hálaadás, ahogy Pál apostol is írja a korintusi gyülekezetnek, hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ezért húsvét napján, lélekben menjünk el Jézus sírjához. És ezen a napon tulajdonképpen, ha igazán szembe találjuk magunkat a feltámadás és az örök élet tényével és valóságával, akkor akár fogadalmat is tehetünk, arra nézve, hogy a mi egész életünk köszönet kell, hogy legyen azért a nagy ajándékért, amit Isten a Jézus Krisztus születésében és feltámadásában nekünk ajándékozott. Mert Jézus Krisztus születése és feltámadása csodálatos összecsendülése az élet igazi megtestesülésének. Azt mondhatjuk, hogy a karácsony angyalát megcsókolta a húsvét angyala, és ez akár evangélium lehet az evangéliumban. Mert mindkét alkalommal, úgy karácsonykor, mint húsvétkor, az angyali üzenet így hangzik: ne féljetek! Ne féljetek! Mi történt hát az első húsvét alkalmával, a hét első napján? Asszonyok mentek a sírhoz. Azzal az indulattal talán, hogy Jézus testét, amelyet nem sikerült úgy elkészíteni, mint ahogy a kor szokása azt előírta, most elkészítsék, bebalzsamozzák, megkenjék, és így maradjon a sírban. Ott volt Magdalai Mária és a másik Mária, Márk evangélium azt mondja, hogy ez volt a Jakab anyja, és Márknál még ott van Salomé is. Mit hoztak magukkal? Lehet, hogy gyermetek kérdés, hát mit hoztak volna? Keneteket. De én nem a kenetre gondolok. Mert ezek az asszonyok mást is vittek magukkal. Egy nagy követ. Nagy követ a szívükön. A szívüket ugyanis eltöltötte a fájdalom, eltöltötte a keserűség és a kétkedés. Nemrég még látták Jézust, nemrég még velük volt. Beszélt hozzájuk, tanította őket. És most pedig már nem dobban meg a szíve. Egy nagy kő fedi el, kihengeríti el nekünk a követ. Tele vannak aggodalommal. Testvéreim, az aggodalmaskodók nehezen jutnak célhoz. Mikor valami nagy fájdalom vagy nehéz gond terhel, ilyenkor még a szalmaszálban is megbotlik az ember. A szívben ott marad a szeretet, de a hit valahogy visszafejlődik. Nyomasztó és szívünkre nehezedő kő lehet a kételkedés. Az asszonyok nem tudják elhengeríteni a követ, mert igen nehéz az. Testvéreim, a mi szívünkön nincs kő. A mi szívünk nem hordoz ilyen követ. Lehet, hogy épp ezért zihálunk, ezért roskadunk oly sokszor össze. Miért is? Azért, mert a világban azt vesszük észre, hogy ott vannak a gonoszok, akik mindig felül vannak, és mindig jól megy a soruk. Jó szerencsések. Megértem ezt, és sajnálom, hogy ez így van, hogy a szívünkre nehezedik ez a kő. Vagy amikor munkát akarunk, boldog életet, örvendező gyermekeket, békés családi hátteret, és aztán
azt tapasztaljuk, hogy ez a nagy kő szétzúzza a mi szívünket, szétzúzza a mi vágyainkat és elképzeléseinket. De legjobban sajnálom azt, hogy a nagy kő nyomására elsilányul a mi hitünk, elsorvad a mi hitünk. De az anyagi gondoknál és az előbb felsoroltaknál van nagyobb, rettenetesebb vívódása a léleknek. Az, amikor azt tapasztaljuk, hogy jönnek a nem szeretem napok, amikor nem tudunk imádkozni, vagy ha imádkozunk is, nem kapunk rá választ. Mert a sátán oda hengerítette a kételkedésnek a kövét. És ez a nagy kő nyomja a szívünket. És nem tudjuk feledni a tövis koronás, a kereszten átszegzett Krisztust, mert csak Jézus sebeit látjuk. És azt tudjuk, hogy meghalt, és ezek az asszonyok is, akik mentek a sírhoz, ismerték a helyét, ahova helyezve volt. De tovább nincs látásuk. Talán sokan nem értik meg a sírhoz menő asszonyokat. Majd megértjük. Mert ma még talán mosolygó arcok vesznek körül, és erőltetett komolysággal járunk a temetőkertben. Vannak, akik ma még szüleikre támaszkodva nem tudják azt, hogy mi is valójában az élet terhe. Vagy körülrajong bennünket a szerető hitves, ott vannak körülöttünk az egészséges, mosolygó arcú gyermekek, de ha majd hiányzik valaki, hiányzik az, akit legjobban szerettél, akkor milyen kimerülten roskadunk össze, és járjuk majd a temetőkertet. Ma még azt veszük észre, hogy arcunknak rózsája van, a karunkban erő van, de jöhetnek fájdalmak. A fájdalomnak éles nyilai, amelyek teljesen le tudnak taglózni. Most még vannak barátok, most még vannak tisztelők, de ki tudja, mi lesz holnap. Majd akkor megértjük az asszonyokat. És bennünk is felvetődik a kérdés, ki hengeríti el nekem ezt a követ? Hogyan tűnik el ez a kő az én életemből? És testvéreim, éppen ez a vigasztaló, hogy a kő elvétetett a sír szájáról. Új világosság áradt szét a földön. Az asszonyok fájdalommal voltak tele, de az angyal így szólt, ne féljetek. Ekkor szívükön is megmozdult a nagy kő. Azért, mert a személyes meggyőződés ereje elhengerítette ezt a követ. Jézus feltámadt. Jézus él. És ezt érezték, tudták, tényként kezelték, és egy értékcsere történt a lelkük mélyén. Minden megváltozott. És ezt a hírt nekik tovább kellett adniuk. El kellett menniük a tanítványokhoz, el kellett mondani mindenkinek. Megismerték Krisztus mindent felülhaladó szeretetét. Pál apostol ezért írja az efézusiaknak a levele 3. fejezete 18. versében, hogy a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. A szeretetben gyökeret vervén. Csak így tudjuk megérteni azt,
hogy Isten mit tett értünk. Ha Isten minden áldását, amit eddig adott az életünkben, egy halomba tudnánk szedni, akkor is csak egy parányi kupac lenne belőle. Jézus feltámadásának ajándéka sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb. Enélkül, a bizonyosság nélkül céltalan bolyongás az ember élete. Victor Hugo azt írta, hogy nem volna érdemes élni, ha egészen meg kellene halnunk. És ebben nagy igazságot mondott. Mi értelme van az életnek akkor, ha meg kell halnunk? És a húsvét csodája, üzenete és ténye pontosan ez, szívet melengető, és az ember értelmét is megmozgató. Van élet a halál után, és van feltámadás, ami megédesíti az életet, abból a bizonyosságból jön, hogy a sír éjjele után hajnal hasadás jön. És azok, akik koporsókban vannak, vagy a sír sötétségében alusszák álmukat, azok felébrednek, feltámadnak. Én testvéreim, hiszek a feltámadásban, és hiszek az örök életben. Hiszen nem hiába való módon mondjuk el alkalomról alkalomra, akár urvacsorai közösségünk alkalmával, vagy keresztelőkor, de temetéseken, a sírok mellett is azt, hogy hiszem testünk feltámadását és az örök életet. Életünk folyamán ez a mi életünknek igazi vigasztalása, hogy feltámadunk. Csupán erre épülhet az ember élete, mert a sír nem lehet a mi életünk végállomása, csak átmeneti pihenőhely, ahonnan diadalmasan lép majd ki a mi életünk egy olyan testben, amit Isten készít, ajándékoz a benne bízóknak. Ahogy írva van, Pál apostol írja az 1. Korintusi levél 15. részében, elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik érzékitest, feltámasztatik lelkitest. Enélkül kín és fájdalom az élet. Mint az egy helyre zárt rabok élete, akiket folyamatosan egymás után visznek a halálba. De Jézus Krisztus zsengéje lett azoknak, akik elaludtak. Mert a Szentírás elalvásnak nevezi a meghalást. És aki elalszik, az fel is ébred egyszer. Legyünk hát hírnökei annak a bizonyosságnak, ennek a bizonyosságnak, mert ez mindenki számára kell, hogy személyes élményé váljon. Feltámadunk, mert mi az Úréi vagyunk. Istennek Krisztus vérén, vére által megváltott gyermekei vagyunk. Menjünk hát az asszonyokkal, és bár vigyük szívünkön a követ, de csak azért, hogy az angyali kezek hengerítsék el, és zengjük a húsvéti éneket, nincs már szívem félelmére, nézni síron fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából. Szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim, reménységgé és örömökké, mert nem alszom el örökké. Válaszoljunk Isten igéjére ezzel az énekünkkel, énekeljük a 347. dicséret 3. versét helyünkön maradva. Szívem félelmére.
Gyertek, imádkozzunk! Dicsőséges Urunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy alázatos voltál és engedelmes egészen a keresztfának haláláig, és letetted a te életedet, hogy újra felvedd azt, és ezáltal adj nekünk szabadulást a mi bűneinkből, üdvösséget és örök életet. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy engedelmes voltál, és köszönjük, Urunk, hogyha ez gyökeret verhet a mi szívünkben, és ez töltheti el a mi életünket, és most húsvét ünnepén köszönjük neked, hogy ezekkel a tényekkel állítasz szembe bennünket, hogy van örök élet, van feltámadás, nincs a sírban enyészet, mert diadalt vett rajta az élet. Áldunk és magasztalunk téged, hogyha mi ezzel az indulattal és ezzel a szent bizonyossággal tudjuk élni a mindennapjainkat. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden élethelyzetünkben erő lehet ez és bizonyosság. Áld és szenteld meg ezért a mi életünket, hogy a mindennapokat ebben a hitben és ebben a tudatban tudjuk élni, ami szolgálatainkat, munkáinkat így tudjuk végezni, és mindig előre tudjunk tekinteni arra az üdvösségre, amit kínálsz nekünk, arra a nagy asztalra, amit elkészítettél a benned bízóknak, hogy a nagy királyi lakománál majd ott lehessünk veled együtt, mert te ezt haláloddal és feltámadásoddal kivívtad nekünk, és ezért egyenes az út a mennyei édesatyához, az ő országába, az ő királyságába. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha ezt oly gyakran elfeledjük, és lealázódunk egészen a földi dolgokhoz olyannyira, hogy szinte semmi más nem tölti ki gyakran a mi életünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha sokszor kétségeskedünk, bizalmatlanok vagyunk, hogyha csak a rosszat látjuk az életben, és nem tudjuk észrevenni azt, hogy mennyi jóval veszel körül és megáldasz minket. Ezért köszönjük most meg neked, Urunk, itt a mi szeretteinket, hitvesünket, gyermekeinket, unokáinkat, rokonainkat, közel és távol lévőket, és köszönjük neked a gyülekezetünket is. Ezt a templomot, ahol alkalomról alkalomra hallhatjuk az éltető ige üzenetét. És köszönjük neked, Urunk, népünket és nemzetünket. És köszönjük a nemzeteket ebben a világban. Urunk, kérünk, hogy teremts békességet a nemzetek között, hiszen te tőled vagyunk, és te hozzád térünk vissza. Te vagy az életnek alfája és omegája, kezdet és a vég. És a te kegyelmedből nincs senki kifelejtve. És nem kell nekünk egymás felé rakétákkal röpülnünk. Kérünk, Urunk, hogy adj békességet a mi időnkben a földön. Kérünk, hogy áldj meg bennünket, áldj meg azokat, Urunk, akik menekülnek, akik otthonukat veszítették, akik egzisztenciájukat keresik. És áld meg, kérünk, azokat is, akik fegyverrel a kezükben próbálnak érvényt szerezni a saját igazságuknak, fölülírva a te igazságodat. Kérünk téged, hogy csitítsd el őket, és adj mennyei látást az életükbe. És imádkozunk, Urunk, a gyászban járókért. A hét folyamán is koporsó mellett álltunk meg, Urunk. Köszönjük neked, hogy adtad a feltámadás igéit, és eléd visszük most, Urunk, a gyászoló családot. Kérünk, hogy a te igéddel gyógyítgasd az ő sebeiket, és add, hogy reát tudjanak tekinteni, aki az életnek csodálatos fejedelme vagy, aki a sír sötétségében is Úr vagy. Add, Urunk, hogy átérezzék a te jóságodat és szeretetedet, és a te kegyelmedet, amely bennünket az örök életre visz. Áld meg őket, és áld meg mindannyiunkat,
Adj nekünk egy áldott ünnepet, és most, amikor készülünk a megterített asztalhoz, add, Urunk, hogy megalázódott szívünket vihessük eléd, és Te pedig gerjesz bennünk örömet, arra nézve, hogy Te föltámadott Úr vagy, aki itt vagy jelen közöttünk, és majd együtt ehetjük a kenyeret, és ihatunk a kehelyből akkor, amikor visszajössz, hogy mindeneket újjátégy azon a nagy lakomán, ami elkészítetett a benned bízók számára. Így készítkes bennünket, Urunk, áldj meg minket, áldj meg együttlétünket, és hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Megemlítem testvéreimnek az adakozás szolgálatát, nem feledvén, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Most fogadjuk Isten áldását. A békességnek Istene pedig, aki kihozta a halálból örök szövetsége vére által, ami Urunk Jézus Krisztus, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás mindenkor. Amen. Az Úr Jézus Krisztus pedig legyen továbbra is gyülekezetünk megtartó és őriző pásztora. Készüljünk az urasztali közösségre egy énekünkkel, amit nem igen szoktunk énekelni, de nagyon fülbemászó a dallama, és nagyon jó rávilágít arra, hogy Jézus Krisztus mit áldozott és mit fizetett értünk. Készüljünk ezzel a 436. dicséret 3 versének éneklésével. Az első vers így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit.